Legget így csipetteket. Novdélán a Gutenbergen, stb. Van ilyen monsterünk is, ez a visszaszállható palaszkos, ezért ilyet még nem is láttam. De amúgy jó. És hát lassan indulunk el, mindjárt megmutatom a deltát. Remélhetőleg minden legyen, minden legyen ez. Jó, hát sőt, egy chips, két víz, meg még két ilyen monster, az már szólnapra kell majd adnak. Meg egyéb személyes szucat. Az a koda reggeli kenés, hát én nagyon más nem hagytam benne. Ja, azt, az egyik telefontöltőmet, másikat elvittem. Ja, a fülesemet beraktam. Jó, én azt hittem, az ágyon jó helyen van, az ott. Vise, ez a legolcsóbb fülesem, az mindegy csak szóljon. Szóval. Ja, most kellett volna felébrednünk. Akkor meg pont jó forna. Puss. Igen. Igen, most kellett volna egyébként felébrednünk, úgy tesszük, most indulunk, ugye tök. Jó, a mai úti tervünk Potsdam lesz, mint ahogy tegnap is említettük. Hamarosan indulunk le a metróhoz. Az U2-eshez megyünk az Alexanderplatzra. Ott ha találunk valami olcsó pékséget, akkor... Hát ott reggelizünk. Feltankolunk, és akkor utána ténylegesen irány Potsdam. Az időjárás egy kicsit hideg, esős idő is van. Esik? Aha, esik. Hát voltam most. De mennyire nagyon? Nem vészes. Hát akkor jól kisepeleg az eső, akkor a fényképező se fog megállni. Így van. Az érdekes, hogy... Arra még úgy jelenleg alkalmas az idő. Úgyhogy jó. El a visszafele meg a még a kimaradt nevezetességeket még megnézzük, hogyha belefér az időbe. Hát majd meglátjuk, azért még tudunk sok helyre menni. Ja. Úgyhogy ja, akkor majd később jelentkezünk. Később jelentkezünk. Így akkor lassan meg is jön. Eleve úgy terveztük, hogy 9:30-kor fogunk felkelni, ahhoz képest jól teljesítettünk, mert már lassan menetkészek vagyunk. Úgyhogy végül is nem rossz az így. Így van. Így akkor mindjárt kis ellenőrzés, aztán megyünk is. Itteni fékség itt az S-Bahn állomásnál. Szalámi, szenya, meg ilyen rántott húsos zembis, mert hozzá hasonló. Nekem is ilyen rántott. De ugyanaz, nem? Meg egy lazacos rát, jelenleg nem fogom tudni kivenni. Ne is ráér, az még sejt, de 8 perc múlva jön egy vonat innen. Ez egyébként egy S-Bahn állomásja. Bamesbergbe át kell szállni. Ott van egy 7, igen, egy 7 perc múlva itt van. Gleis 3, S7 nach Ahrensfelde und Lichtenberg. Gleis 4, S7 nach Babelsberg, über Friedrichstraße. Itt voltunk, tehát. Na. No. Ja, igen.
az állatkert. Állatkert, jó, az lesz. Ja, igen, belül van a nagy vasút, ez meg ugye az S-ban. Csapatjuk neki majdnem 80-dal. De most lassít. Már lassítom. Hát szerintem megálló jön. Sivatalosan kiértünk mellé. Látszik, hogy ez már külváros. Ezt kicsit lepukkattam. Igen, itt már nem olyan modern. Ez kb. A helyi Pesszentlőrinc. De az hangulatos. Nem kőben gyorsabb, annál azért még mindig jobb vagy zugló, de... Persze. Helyi Pesszentlőrinc. Vágány, szerintem a nagy vasút is itt van mellettünk. Igen. Csak vágány zárva. A nagy vasútnál. Na most úgy is látni fogod. Dolgoznak a felső vezetéken. Na, a plafont tapasztók? Ja. És vannak az S-bának a üzéje és a telepe, ahogy látom. Ott is dolgoznak. Ja, ez itt csak egy ilyen tároló vágány. Ez a kocsi szín, vagy mi ez? Ja, de nézd meg, ott vannak emberek. Hogy ott tudnál vezér leszállni? Na ja, ennyi, hát ott elfogyott. Nem szart egy vágányos. Egy nem már egy vágányos. Thank you.
Hát nem, de, de béklávék, tényleg pápa választó. Három megálló, négy. Nem negyedik már végre a más. Hát nem innen indul, vagy innen indul. Hát azért, hát mi vegyünk el ennyit. És itt van az automata. Na aztán, hát tehát látod, hogy ez egy jegykiadógép a buszon, bankkártyával is lehet fizetni. Hát nem a sofőrnék egy egyet venni. Ja, hol van a BKK? Valami azért, a Tolin kim volt a helye az automatában, van ott egy ilyen olajsága doboz, vagy a gyatégedben volt. Aztán... Hát meg a 412-eseknél. Igen, azaz. Ott volt a helye, csak soha sose használták. Egy kis Budapest feeling, itt is megdöglik alattad a busz. De a papa meg ott van lett, vagy ilyen. Nächste Haltestelle, Rathaus Babelsberg. Übergang zum Bus 616, 690, 693, 694 zum Regionalbus und zur S-Bahn. Nein, 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 nein,
Nächste Haltestelle, Schiffbauergasse, Uferweg. Zugang zum Erlebnisquartier Schiffbauergasse. Entrance to the Cultural District, Schiffbauergasse. Nächste Haltestelle, Burgstraße Klinikum. Nächste Haltestelle, Platz der Einheit West, zentraler Umsteigepunkt zur historischen Innenstadt und zum VIP-Kundenzentrum. Bitte hier aussteigen. Nem baj, de itt, amikor ez mennyire énekel az ívbe, azt akarom tudod, hogy hangfélyeg. Közben akkor megjártuk Potsdamot, most már úton vissza Berlinbe, az S-Bahnon, tudjátok, így néz ki. Nem Berlinbe megyünk, még vissza. Ja, nem Berlinbe, de megyünk. Düsseldorfba. De hát igazából az S-Bahnnal megyünk végig, nem? Merre fele is megyünk? Merre, most West-Kreuzten szállunk át, S-3-ra. Ja, hogy Balbersbergnél vagyunk egyébként, ott van a megálló neve. Hát átvált azt, látni én láttam, csak videózni, megfotózni nem tudtam normálisan. De néhány villamos azért sikerült lekapni, meg néhány buszt. Ahogy a lényeg, hogy Potsdamba. Az S3-mal ezért megyünk. Friedrichshagen. Aha. Odája megyünk. Most vagy. És akkor ott elvileg egy ilyen ezeres nyomtávú, ez van, hogy mit találunk villamos. Na, azt viszont akkor megnézzük. Meg... Állítólag ugye az információink szerint, az, hát reméljük, hogy megéri az át, mert nem az, hogy most egy órát kénfagyoskodtunk az ember, hát rájön. Ja, hát körülbelül, és azt sem sikerült alatt bármi sem megfogni, akkor
így tudtuk elmenni, úgyhogy az nem sikerült. Illetve nem tudom, ha említetted a Hauptbahnhof-ot? Ja, meg a Hauptbahnhof, ami le van zárva, tehát igen, azt most... Igen, ugye hozzám Hauptbahnhof le van zárva, mert állítólag egy másik világháborús bombát operálnak. Igen, a lehető legjobbkor, tehát igazából vonatokból se sokat láttunk. Így van, buszvillamost is tereltek, illetve fordítottak vissza, úgyhogy... Úgyhogy sajnálatos módon az a rész, az kimaradt itt számunkra. Hát igen. És indulunk. Most indulunk. Majdnem egy óra. Jó, egy órás menetidő ezzel? Nem, az S3-mal lesz 50 perc. Túléljük. Remélhetőleg még a... Ja, közben elindultunk, így néz ki, egy ez van. Igen, a Berlin falat azért meg kéne nézni, ha már Berlinben voltunk. Na jó, csak mire, azért gyorsan megjárjuk Rudersdorfot, nem? Hát meglátjuk. Hát lehet, hogy a Berlin falat más a sötétben, de hát nem baj. Végül is. Figyelj. Csak ki van világítanom a maximum, majd éjszaka nézzeges, akkor kevesebbet fotózok, inkább videózok. Jó, most figyelj, most őszintén azt mondja, hogy a jelenlegi time-unk az 11:44. Igen. Tehát... Mondjuk odaérünk délután egyre, max egy fél óra, 3-4 órát, vagy max egy órát eltöltünk ott. Visszaérünk háromra, még pont sötétedés előtt még meg tudnánk nézni. Igen, hát meg az se baj, hogyha a sötétedés után érünk a Berlini falhoz, mert megmondom, ott közvilágítás csak valamennyi, úgyhogy látni fogjuk. DJ közvilágítás, meg... Hát mondom, mi csak van, hát annyi fény csak van. Persze. Hát ha más nem, akkor majd kevesebb fénykép készül, majd videózunk, az még valamennyire lehet sötétbe is. Ameddig még nincsen teljesen ez egyekodom sötét. Igen. De, meg hát a kék órába érünk oda, az még jó is lehet, csak hát ugye... Keresjük el valamit, ha leteszem a fényképezőt így állvány helyett. Na szóval, ja. Ja, csak közben akkor... Itt videózom az S-ban, itt elég sok vágány van, meg aztán az S-ban annak külön is van. Aha, most már 4 vágány van itt, a másik az lehet, hogy a nagyvasúté. Ezek nagyvasútiak, igen, és mostan itt vágány zárják. Egyébként az S-ban az alsó vezetékes, legalábbis ugye áramvezetőség idő kapja azért naptárt, igen. Ja, valószínűleg az ott az a védőszalad, ahogy tehát ahogy a Nokia-t vagy. A maradék 2 vágány, ugye igen, tehát nagyvasúti forgalom van, de jelenleg vágány zárva. Hát igen, de látod, ott van a tyúk Béla sínek fölött, itt az S-bannál meg nincs. Vágányzár is van, meg amellett, hogy le van zárva. Na, ott van a másik szerelvény, tehát ugyanilyen ne utazunk mi is. Na, várjál már az... Ja, ott van, várjál, ott van. Hol álltunk meg? Nem, mint egy kicsit fordított irányba megyünk? Nem tudom, várjál, hát ott van, az Balbesberben, hogy ott szálltunk fel. S7. Anrens, ott van Anrens feldében egy. Ez az S-Bahn, ami vagyunk. Hát én ezére mondom. Amikor jöttünk ugye Poznánba, akkor ezen így mentünk. És ezen a platformon. Ja, hát igen, most amúgy helytelenbe megyünk, mert a jobb vágány az ott van. De... Na de lehet, hogy az alapból baljáratú, nem tudom. Hát lehet, hogy olyan, mint a Gödöllői hív nálunk, hogy balra hajts van. Lehet, hogy most a ízé miatt ugye. Na, meg az is lehet, hogy... Két percet késünk, vagy annyit állunk. Na mindegy, majd valaki nézi ezt a videót, majd lefordítja, hogy mit mondtak be. Ja. Hát a 2 minútot azt még értettem. Na, annyit kb. Én is értettem, de nagyon más nem. Thank you.
Mesto. Az itt is van. Látom, ott építkeznek is. Valamit ment. Egy IC. Ja, meg egy-két német vizet. Ez az. Másnap fogni? Hát lehet. Be van kicsi gondolva, viszont na, ott az IC eljárt szakadnak kapni. Ez egy IC szerelvény, ez egy komplet szerelvény. Ja, tárolóra gondolsz. Igen, de mozdonyos. Az nem IC, akkor nem. Viszont... Nem az? Akkor nem. Micsoda? Ez ilyen Eurocity Shinga vonat. Nem tudom, nekem IC nélkül. Csak azért magasabb minőség. De nézd meg a Nightjet-et. Kusett kocsik, meg az ilyenek. Ja, mondjuk pont eltakarja az a másik, ami bejött, de ott a mosó. Az meg egy okoska, vagy valami ahhoz hasonló volt. Ott elvileg ilyen szerelvény közlekedett olyan 2000 valahányban itt Budapest és Köln között, azt hiszem. A vagonbeben fenn van az összeállítás. Na most megyünk le megint az alagútba. Hát, csak átmegyünk egy hét alatt szerintem. Szalamút. Hát... Hát ez csak egy híja, tényleg. Ezek már itt felszíniek. Aztán egyik esben sem egyszer. 18 óra 13 perc múlva jövünk vissza. Azt írja. Ja, azt is írja. Aha. Megnézzük, mennyire van tele visszafelé. Hátul van ilyen 4,3-mal, de szerintem ez reggel tökig tele lesz. Na, kifogtunk egy tátrát, ami... Hát bejel is jelentkezhetünk. Kisebb nyomtávolság, azt akarom, itt vagyunk közben. És nézzétek meg, ez egy 1000 mm-es nyomtávú. Kicsit kisebb hagyományos azért a nagy vasútnál, és... Tátra és alacsony padlós középrész is van benne. Na, de hát... Egyébként itt vagyunk rajta, itt vagyunk hátul, és egy oldalú, tehát itt... Majd ha elindultunk, akkor nyilván csinálunk egy videót is innen. Akit esetleg érdekel és erre fog járni, ez helyileg Berlin Friedrichshagennél van, ja. Tehát az S3-as. És közben azzal az S-bannal kell jönni, ami ott megy. Így van. Hát nézzétek meg, itt van. Most megy ki. Megyünk egy kört vele. Hát kb-ja. Lekapjuk, aztán ebédelünk most már. Megkeresünk valamik ajánlási lehetőséget, ahol biztos van. Aztán csorgunk vissza a központba. Ja. Berlini falat még megnézzük, de oda már valószínűleg csak sötétebb és után érünk. Hát, ja. Úgyhogy valószínűleg csak, hát inkább csak videó lesz róla. Valaki tudja, lehet, hogy valamilyen korlátra, valami látom benne a gépet, és akkor állványt nyilván nem hoztunk. Nem tudod rakni.
És ráadásul még azt is lehet, hogy ide teszem a kamerát. Aha. Akkor. Ugye leveszed a zoomot, itt tökéletes. És akkor ezt nézzétek ilyen a... Ez az alacsony padlós akadálymentes középrész, hogy gyerünk most. Hát itt lépcső van, és ennyi. Tehát ez az alacsony padló. De erről majd kép is lesz. Na itt egy teherből az, aminek lemadattunk a feléről. Azt nem láttuk, amelyik gép hozta. Meg amúgy is ezért, ez csak a teherszállító kocsik üresen. Ám baj, elkúrtva sútfotókban jó lesz. még oszlop is van benne, tökéletes. Ezt nézzétek. Így néz ki belülről a egyoldalú tátra, ezres nyomtáv. És most itt vagyunk a végállomáson, egyébként hudokba fog visszafordulni. Ott a hudok. Ott. És most itt nincs senki a végállomáson, hogy meg tudom ott mutatni az utasteret, és itt van az alacsony padlós középrész. Csak reklám, de egyébként ott volt a viszonylat is, hogy merre mennek a megállók. Ja, itt is van egy, megmutatom. És akkor jegykezelő. És itt van. 88-as járat. És hát látjátok. Itt vannak a megállók. Ez szépen végig. És majd itt fogok megint lenni a legvégén. De hát innen majd lehet kamerázni. Elvileg 5 perc múlva kb. Indul. Ugye majd szokás szerint oda, ahol az előbb is tettem a kamerát, oda felrakom, és akkor a hudokban a körbejárás is meg lesz. Az utastér. Közben bejöttünk ajánlni, egyébként csak a sörnél tartunk, a folyékonynál. A folyékony kenyérnél vagyunk egészségünkre, de mindjárt kapjuk a kaját is. Sajnos német tradicionális kaja híján. Nagyon tradicionális vagy ember. Isztambul te van, hogy... Hát most ez van. Végig jártok itt ezt az utcát, de nem találtok mást. De legalább van csípős szószunk, úgyhogy ha nem elég erős, akkor majd felturbózom. Nekem még jól jöhet. Na majd, ha lesz kaja, akkor ezt megmutatjuk. Na, megjött a kaja. Úgyhogy akkor zabatáj. Érkezik. Intercity. Eurocity, nem. Ezek az IC kocsik. Hogy leelőz? BKB Intercity, ez olyan, mint a Mársvárd. Hát persze, mert ő neki 120-szal mehet. Ja, nyilván gyorsabban mehet. 80-nal. Több egy IC-je is. Ausstieg links.
Itt van az Intercity. Ja, és majd... Most utolértük. Vörösebb napot. Ich habe ihm auch Sachen erklärt und Sachen gezeigt. Er hat mir Sachen erklärt und gezeigt, dass das nicht mal geht. Und das ist einfach, ich glaube, dass wir mit dem anderen, wenn wir jemand anderes hätten, in dem Bereich, dass wir einfach schneller vorankommen würden. Nächste Station, Ostkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 5,5, 75, 8, 85 und zum Regionalverkehr. De ezért közben, na, megérkeztünk a Berlini falhoz. Így van. Ja, akkor megnézzük a másik oldalt, elég már csináltam ugye egy másik, de itt van. Az itt valamiért el van kódolva, bár még maga a fal, nem csak ez a parkoló. Hát igen, majd a minden túloldalról megnézzük. Sétáljunk végig itt, hogy mellette. Jó, nézzük meg. Na, sziasztok, itt vagyunk. Milyen folyó van Berlinben? Mindegy, annak a partján. Majd megnézem addig majd a Google-t. Majd otthon megnézem a Google-t, hogy melyikbe, de itt vagyunk a partján, és most itt nézzük. Hát most éppen esteledik ránként a berlini fal itt van mögöttünk. Ja, azt megnéztük. Hát kismillió képet csináltunk róla, ha már itt voltunk. Ha már egyszer jövünk Berlinbe, legalább a berlini falat nézzük meg. Így van, illetve ha már itt vagyunk ott a parton, akkor kibontottunk egy szintén braut. Hát egy volt nálunk, azt most megisszuk. Számarosan megyünk viszont száll. Igazából így is sok, nem, sok dolog kimaradt a belvárosból egy-két percet, de... Például a Brandenburgi kapu az. Hát az igen, a Reichstagot is csak a buszból láttuk tegnap. Úgyhogy ennyi. Hát mert most ugye ránk esteledett már, most nem nagyon tudunk már sehova menni, meg pláne fényképezni nem tudunk sötétbe. Úgyhogy az lesz a terv, hogy akkor visszamegyünk. Hát most majd vissza, hát előbb-utóbb majd S-bannal vissza. Hát úgyis sokat kell most menni az S-bannal, mire visszajutunk oda. Hát vagy. Ami éppen jön. Mondhatni igazából mindegy, mert mehetünk bármivel. Így van. Hát aztán meg majd meglátjuk utána. Aztán hajnalban megindulni. Hát hajnalban menni kell, mert mikor 7 órakor megindul a repülő, aztán 2 óra korábban már. Ja, 2 óra korábban meg ma ott kell lennünk a reptéren. Hát nem, azért annyi, nem, maradnék még azért. Eddig lenne még mit csinálni itt egy pár napig simán. Magasak az árak, de azért marad. Ez hát azért... Tudnánk itt még mit csinálni több napig is. Igen. Meg a csúlónak nézni. Egyébként itt van a... Ezt látjuk. És most így jelenleg. Tudjátok el arra, hát most már közben ugye megy le a nap lassan. Ugye jön a kék úra. Igen. Hát annyi. Maximum egy negyed óra és naprend kék óra. Tényleg ott valami megy. Nem medikopter, hanem azért, nem tudom, de van valamilyen mentős lépet sorozat is szerintem. Azt nem tudom. Nem, van azért, akkor az egy az autókat törik, van a medikopter, ahol a mentő helikopter, de van ilyen, ahol ilyen rendőrök meg mentők mennek benne. Nem tudom, az RTL klubon volt szerintem valami ilyesmi. A németek azok így futószalagon nyomják ezeket a sorozatokat, és az RTL-nek meg kötelező is ezeket megvenni, úgyhogy azok ott mennek. Egyébként ahhoz képest azért sokkal érdekesebb, mint egy való világ. Hát igen, de csak tudod azt, hogy az RTL is gyártja, és akkor ugye a német anyacél meg azt mondja az RTL klubnak, hogy ezeket meg kell venni, és adni kell. Így van. De még a medikopter az nem is volt rossz meg azért, meg... Még a komplexitizálás csak azért a muszáj 20 autót összetörni legalább minden részben, az nehezen hihető a valóságban, hogy ezt csinálják.
Persze, ott, ott valami bűnöző menekül az autópályán, csak mennek utána 8, és összetörtönnek 20 autót, vagy letadolják a fél autópályát, hogy azt egyet elkapják. Mert nem volt egyszerű, hogy lezárni a következő kijáratig az autópályát, aztán ott elkapni. Na persze. Akkor nem lenne izgalom. Hát akkor nem lenne, akkor nem lenne izgalom. Na, hát ennyit lehet itt látni. Hát aztán majd vissza kell még sétálnunk a vasútállomást, aztán onnan hát, majd elmondni. Ja, annyi. Úgyhogy. Majd még lehet, hogy a szállástól jelentkezünk. Van még egy csomó sörünk egyébként, az meg is kell inni. Tehát az esti program megvan, azt a sok sör meg kell inni, majd a repülőt nem vihetjük fel. Igen. De félig mindenképpen beszéljük őket. Hát sört nem kell ma vennem. Hát igen, és meg pláne, hogyha a reptéren nem mondom nagyon egysem, hogyha reptéren kell bepusztítanunk egyszerre mindazt, ami megmaradt, akkor meg a repülő sűrűjáratunk WC-re. Nem szeretném. Hát nem, hát az én sem. Olyan nehezen csatoltam be magammal. Ja, hát igen, az azért nem volt semmi, tényleg alig féltünk el táskákkal mindennel együtt. Hát az nem volt semmi. De lejtetted párszor a kamerát, igen, a lencsevédőt, az, igen, minden. Fényképezőnek a lencsevédőjére, aztán meg... A melletted ülő csajszín nagyon örült neked, nagyon örült, föl kellett állni, én bekúsztam az ülések alá, és olyan odafaladon kihalászni a leesett lencsevédőt. Aztán meg egyszer leesett a telefon is. Azt is így kellett szedni. Ja, meg ráadásul nem mentem el még a tranzitba azért is állni, úgyhogy azt is a repülőn kellett. Sorba kellett állni, és a többi. De most azt tedd meg mindenképp. Hát most majd persze, majd nyilván majd a tranzitba, ott úgyis annyi időnk lesz a tranzitból, simán el lehet menni WC-be. Szóval srácokat, nem tudom, hogy ígértünk-e, vagy nem tudom most így fejbe, hogy ígértünk-e, hogy azért felveszünk majd a felszállás és a szállást. Ezt nem fogjuk tudni ígérni, sőt, ne, biztos, hogy nem is lesz. Valószínűleg nem sikerül, mert... Egyrészt az, hogy ugye nem... Fölvehetem csak igazából a repülőből, mert nem az ablak mellett, vagy ha megint nem az ablak mellett ülünk, akkor úgy látok semmit. Valószínűleg megint egy Boeing 737-800-as lesz, tehát a 11A meg B az meg pont úgy helyezkedik el, hogyha balra nézel, akkor a fal köszön vissza, és nem az ablak. Illetve másrészt a tapadó korongos, hogy hívják ezt? Ja, az meg eltört az S400-as buszon. Meg amúgy abból sem tudnánk vele mit kezdeni, azzal sem, hogyha nem tudjuk ablakhoz tenni. Úgyhogy még senkit sem tudnánk megkérni. Hát az utastérből mondjuk fel tudom venni azért azt, amikor felszállunk a repülővel, de az nem annyira izgalmas, hogy hát a fejem fölé tartom a kamerát akkor esetleg, de... Nem fogsz hallgatni, hallhatnátok a izémet és a jaj veszélykelésnek, amikor felszállunk. Nem, majd nem nézd meg a végső állomás ma este. Nem terveztem, sőt az is jó kérdés, hogy bejutunk-e a szobánkban. Mert eddig a szállása nem tudom, hogy említettük-e, hát az első kis... alkalommal bejutottunk, utána már sehogy. Hát az a kis azért kódkártya, amivel be lehet menni, ez a mágnes csíkos, az nem mindig működik rendesen, tehát mindig a recepcióhoz kellett menni. Yeah. Meg ha már itt vagyok, nem tudom, hogy összegezzünk most napot? Összegezzünk most? Vagy majd akkor, hogyha... Csak akkor így tartom, mert így látszunk benne mind a ketten. Hát akkor összegezz eddig a mai napot, bár még nincs vége, de hogy eddig... Hát eddig mit gondolsz a mai napról? Hát a mai nap, én eddig nagyon jól éreztem magam, tehát ugye megjártunk Potsdamot, Rüdersdorfot is, ugye utaztunk a Friedrichshagen-től, ugye egy 1000 mm-es nyomtávon, ugye egy tátrával. Igen, az nagy volt, hogy azt kifogtuk, hogyha már délelőtt azért a tátrát nem sikerült, pedig meddig vártunk rá a szapot, amikor jött, akkor indultunk el, úgyhogy ezt szoktuk. Fogod tölteni valahova a képeket, vagy bevágsz majd videóban? Nem, hát azt majd inkább feltöltöm külön, de lehet, hogy egy-kettőbe is fogok vágni. De a videó linkben benne van a kép, azért, nem? Az benne lesz, persze. Jó, na, szóval, tehát apropó volt a tátra, ugye? Tátra. Jó, szóval ezekről készült képeket lent a link leírásába fogtok találni. Az biztos ott lesz. Daninak az oldalán. Rengeteg kép készült ő nagyjából, ha minden igaz, akkor nagyjából 500 képet elhasznált. Azt szerintem még többet is most már meg közelebb van a 600-hoz, sőt, már át is léptem. Tehát azért eléggé termékeny volt ez a... De hogy abból mennyi maradt meg, az más kérdés, de most így rendesen csattogtattam az állat. Úgyhogy ez volt. De videóból is volt, több mint 2 óra van, majd a 2,5-nél tartunk videóból is. Hát igen, úgyhogy... Lesz mivel dolgozni. Hát lesz, úgyhogy videóanyag is lesz bőven. Nem tudom. De jó volt. Hozzáteszem. Hát meg mennyi S-bant ezért, az S-bannal azért utaztunk ide-oda, tehát az azért megint S-bannokról is rengeteg lesz. Nem tudom, még
összegezni. Ügyes alakult. Tudunk valamit meg összegezni. Hát szerintem igen, most... volt. Hát szerintem más nagyon nem. És természetesen, hát hogy reklámozzuk is a BVG-t. Tehát ugye érdemes Berlinbe, hogyha esetleg mondjuk akár egy vagy két napra jöttök, akkor ugye venni egy napi jegyet, ugye egy Tageskartét. Ugye ki... már feladtak ezen, fogom a másikkal. Így ugye. Tehát szempontjából mi ugye 48 órás jegyet vettünk. Ja. Azzal végül is olyan jártunk, és azzal mehetünk bármerre is, bármin. Busszal, S-banon, villamoson, metró. Van a City Tour card, meg van a Welcome card. Mind a kettőt olyan, érdemes megvenni, mert mind a kettővel van ilyen kedvezmény is bizonyos helyeken, például a TV toronyban, az mondjuk a Welcome card-ra vonatkozik legfőképpen. Szóval ilyenek. Annyi a lényeg, ha csak ti utazni akartok, akkor mindenképpen a City Tour cardot ajánljuk, mert 48 órás jegy, úgyhogy az ABC zónában érvényes, tehát el tudtok menni Potsdamba, Rügesdorfba, hol voltunk, ugye? Hát gyakorlatilag tényleg, és bármivel, 48 óráig, bármivel. Berlin környékén, így Brandenburg megyébe, tehát így Berlin környéki városokban, ahol a BVG ugye üzemeltet járatokat részben, vagy mindegy, ezt majd úgyis ki fogtok javítani, tehát azokon érvényes. Árban 18,90 €, ami viszonylag azért nem drága. Akárhogy is nézzük, tehát itt a hát meg mi azért kihasználjuk, tehát, tehát azért ezt így utána kell mindenkinek számolni, mennyit utazik, de mi nyilván kihasználjuk, meg mi mindig megyünk mindennel. Tehát összehasonlításképpen a Welcome Card-nek, jól emlékszem, 28,90 €. Tehát az egy kicsi, egy 10 euróval drágább, viszont ugyanazt tudsz vele csinálni, max annyi, hogy több helyre be tudsz menni. Illetve, hogyha még plusz ráfizetsz egy pár eurót, akkor még a Múzeum szigetre is el tudtok menni, amit érdemes meglátogatni, mi mondjuk azt nem tettük meg. Úgyhogy mindenképpen ajánlom ezt a helyet, a repülőjegyek is viszonylag olcsók erre a viszonylatra. Hát azt igazából ki kell fogni, tehát az, mindig vannak akciók, tehát aki kifogod, akkor tényleg ilyen nagyon olcsóért tudsz menni. Illetve, hogyha hallgattok rám, tehát hogyha terveztek Berlinbe menni és repülni akartok, akkor mindenképpen hétfői vagy keddi napon. Keddi napra vegyétek meg a jegyet, mert akkor úgy olcsóbb. Jelenlegi ár szerint most 2890 forint. Oda. Hát ez nyilván mindig az attól függ, hogy mikor van az akciós nap, vagy mikor van olyan járat, ami nem nagyon van még, és fel kell tölteni, vagy attól sok mindentől függ, hogy a fapadosoknál meg. Hogyha jó előre megveszed, akkor nyilván mindig olcsóbb. Ugyanez van a Flixbusznál is egyébként, meg sok ilyen szépnél. Jó ajánlatokat azokat ki kell fogni, amikor naponta kell nézegetni az oldalt, és akkor lecsapni, hogyha van. Persze, nyilván nem azért mondjuk, hogy mindenképpen utazzatok repülővel, de ez a leggyorsabb. Hát viszonylag olcsó megoldás, mert azért a vasút az drág. Egyrészt az, hogy ugye most már van közvetlen vonat, és ugye az 14 óra a menetidő. Hát repülővel meg volt kb. 90 perc, tehát azért nem mindegy, kb. Ennyi volt. Másfél óra és még 5 perc, hamarabb szálltunk le a tervezetnél. Hát a repülőnél az vesz el sok időt, hogy a becsekkoláshoz nagyon hamar, meg 2 órával az indulás előtt már ott kell lenni. Meg hogyha csomaggal jöttök, amit ugye fel kell, hogy repülőn, akkor még arra sok helyes, hát főleg Budapesten pláne sokat kell elvárni, mire kipakolják. Igen, illetve mit is akartam hozzáfűzni ez a dologhoz. Tehát mindenképpen, hogyha repülővel akartok jönni, nyilván nem akartok fizetni még plusz pénzt, az, hogy elsőbségi beszállás, és akkor fölvihetsz egy ilyen kabinbeget, ugye. Hát nem érdemes az elsőbségével, mert mi is láttuk, hogy akik az elsőbségével mentek, egyrészt úgyis ugye azzal a repülővel fog elmenni, ugyanúgy csak meg, hogy hamarabb feljut a gépre, akkor meg többet fog ott ülni, de a tranzitban ugyanúgy várnia kell, meg hamarabb jut be a tranzitban is, akkor is ott is várnia kell. Mindenkinek van fix ülőhelye, tehát ugyanúgy mindenki fel fog férni a repülőgépre. Annyi a lényeg, hogy ha nem kértek ilyen elsőbségit, meg ilyen mindenféle izé jót, ugye jó pénzért, akkor ugye azt írják, ugye, hogy small bag és non priority, ez van a jegyen. Ugye egy kézipódját vihetsz föl, ami 40x20x25, az én részemről legalábbis én egy ilyet vittem föl. Hát igen, mondjuk ezért, hogyha csak pár napra jössz, akkor ez elég nyilván. Tehát, hogyha 2-3 napra jössz, akkor bőven bele. Igazából a lényeg az, hogy a repülőgépen az ülés alá be kell férnie. Így van. A táskának.
De hát én a nagyobb hátizsákkal jöttem, és az is befért. Illetve neki a nagyobb hátizsák, hát, is belefért. Hát, meg is mutatjuk, tehát akkor így azért. Egy kicsit azért ez még éppen belefér. Tehát ez inkább attól eset, viszont ebben nagyon sok mindent be lehet pakolni, úgyhogy ez azért elég lesz, hogyha nem egy hétre jöttök. Persze. Direkt mondtam a Daninak, akkor el fognak állítani a hétnél. A beszállás előtt. Hát jó, de előtte otthon úgy csináltam, hogy nekem 40 szószorosat, hogy elővettem a centit, és akkor így nézegettem, hogy aki kiúsz a tóbit centivel, hogy be, és akkor mondja, hogy pár centivel túl dolgod, de hogyha mondom, leszedem az alját, mert le lesz szedni az alját, akkor benne van a határban. Tehát mindenképpen figyeljetek a méretekre, hogyha túl nagy, akkor viszont 8000 forintért fölvihetitek, és nem minden esetben viheted föl a fedélzetre, mert hogyha megtelik, akkor viszont berakják a fogyásztérbe, ami nem olyan nagyon látszó, bár meg közben sötétedett. Úgyhogy így legalább a háttér látszik. Úgyhogy akkor lerövidítve a dolgot, akkor ennyi volt így a részünkről, tehát ebből a szempontból a leírásban úgyis meg fogtok mindent találni. Úgyhogy akkor innentől kijelentkezünk, majd később jelentkezünk, majd meglátjuk, hát, hogy alakul a vagy majd a szálláson, vagy valahol majd jelentkezünk. De mindenképpen holnap is jelentkezünk a reptérnél. Bizony. Na jó van, állok. Halihó. Mindjárt jön a gödöllői hét. Most jöhet a vacsora. Most már a csóró vacsora jön, mert most már nincs pénzünk, úgyhogy... Szívjad. Lepazarolj. Olcsó sör, olcsó sajt. Ezzel holnap reggelig el leszünk. Nem, mert van még az izém, amit vettünk és sütit, de az majd holnap reggelre kell. Úgyhogy most beosztóan dolgozunk. Úgyhogy akkor ennyi.